Babcsák Ferenc volt zuglói polgármester, egy vele közös irodában dolgozó ügyvédet bízott meg az önkormányzat jogi ügyeinek intézésével. Havi 4,5 millió forint volt a megbízási díj, ez az évek során azt jelenti, hogy ilyen 10 milliós nagyságrendű kifizetés történt. Zugló polgármestere Karácsony Gergely a vendég, jó estét kívánok! Ígérem, hogy rátérek az eredeti témára, de nem állom meg, hogy ne kérdezzem meg, hogy Babcsák VIP mosdóját felavatta már? Hát abban az értelemben felavattam, hogy használtam már, meg a kollégáim is. Milyen érzés? Most már megszokott. Kicsit azt gondoltam, hogy nagyobb. Nem nagyon látom ott a 1,5 millió forintos értéket abban a WC-ben, de mindegy. Milyen volt egyébként az első testületi ülés? Tehát azért ennek a hangulatából valószínűleg sok mindenre következtetni lehet. Lesz-e Zugló az új Esztergom? Na hát azt kell mondjam, hogy egészen biztosan nem. Na. De most lett végre nemrég az első testületi ülésnek, alakülülésnek, ahol gyakorlatilag szinte minden döntés ellenszavazat nélkül született meg. Ellenszavazat nélkül választottunk két kiváló alpolgármester, Szabon Rebeka és Hajdú Flórián személyében. Ellenszavazat nélkül alkottuk meg az új szervezeti működési szabályzatot, ami egy sokkal demokratikusabb, sokkal nyilvánosságpártibb, sokkal decentralizáltabb SMS, ami például a polgármestertől nagyon helyesen a megfelelő bizottsághoz sorolta át a közbeszerzési ügyeket, és ami nekem a nagyon fontos, és összefügg ezzel a szerződés történettel, elfogadtuk Magyarország legszigorúbb átláthatósági szabályzatát, aminek értelmében minden szerződés összeghatártól függetlenül, és a cégekre vonatkozó szerződések is nyilvánosak lesznek Zuglóban. Tehát minden beszállítójukkal alá fogják azt irattatni, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy nincs üzleti titok, minden kerül ki az internetre. Igen. Ugye én vagyok az egyetlen megválasztott polgármester, ha jól tudom, aki a választási kampányban aláírta az Ez a Minimum kezdeményezést, amit a Transparency International, az Átlátszó, a K-Monitor és a Politikai Capital kezdeményezése volt, ami arról szól, hogy önkormányzati képviselő jelöltek, polgármesterek vállalták azt, hogy a törvényt által előírtnál sokkal szigorúbb átláthatósági szabályokat vezetnek be. Szóval azt kell mondjam, hogy most béke és barátság van Zuglóban. Ez az ügy, amiről beszélt, ez is arra hívja fel a figyelmet, és most Babcsák Ferenc neve kapcsán ugye eszünkbe jutott az elszámoltatás. Hogy valójában ahhoz, hogy a korrupciótól megszabaduljunk, az nem úgy működik, hogy valaki megnyeri választást, és akkor az elődjét elszámoltatja, és ő pedig ugyanúgy működik tovább, mint az elődje. Ilyet már láttunk a magyar politikában, Zuglóban nem ez lesz. Ezek a szerződések, ez a szerződés egyébként nem tudom, hogy került ki, megmondom őszintén, tehát ugye a Blikhez, de azt gondolom, hogy minden szerződést át kell néznünk, és nem a boszorkányüldözés miatt, hanem azért, hogy az átláthatóságot magunkra nézve is kötelezővé tesszük, de visszamenőleg is azonban. Oké, csak segítsen azért egy kicsit megérteni ezt az ügyet. Tehát a dr. Kovács Gábor volt, akivel a szerződés megkötetett. Ő milyen módon kötődött a szerződéskötés idejében Babcsák Ferenchez? Üzlettársak, barátok, beosztottja volt, tehát ez az ügyvéd, közös helyiségben bérelnek ügyvédi irodát, ez milyen reláció közöttük? Nézd, én ennyit tudok, hogy egy közös irodában dolgoznak. Nem hívta fel Babcsák Ferencet? Nem kérdezte meg tőle? Nézze, nekem az volt a dolgom, hogy Zugló ne Esztergom legyen. Nekem az volt a dolgom, és megmondom, hogy eléggé fáradt vagyok, mert ez nagyon sok munka volt, hogy ma egy azt gondolom, hogy példás együttműködés alakult ki a jövőre nézve Zuglóban. A jövőnek persze nem alapja az, hogy elsimítunk bizonyos ügyeket. Én ma találkoztam Babcsák Ferenccel, kezet ráztam vele, mert eljött ő is az alakuló ülésre, és szerintem most ebben a hangulatban, amiben én vagyok, szerintem az a fontos, hogy létrejött egy széles politikai konszenzus, és ráadásul ennek nem az az ára, hogy akkor most bizonyos hibákat, vagy bűnöket, vagy bizonyos szerződéseket elfelejtünk. Nem, ennek az az ára, hogy közösen építjük a jövőt Zuglóban. Jó, én ebbe az eufóriába szívesebben osztozom, mint hogy megzavarjam, de azért közben mégis azt gondolom, hogy ha összetalálkoztak, még beszéltek is személyesen. Te, Feri, tulajdonképpen mi volt ez a szerződés? Mi van mögötte? Mert lehet, hogy van racionális magyarázat rá. Lehet, hogy van. Tegyük fel, hogy van. Meg fogom tőle kérdezni. De ez most nem az alkalom volt. Én nagyon örülök, hogy ez a dolog létrejött, és azt kell mondjam, hogy az elmúlt napok kemény munkája, és ennek kapcsán meg kell említenem azt, hogy a Babcsák Ferenc egykori helyettese Rozonyi Zoltán, aki a Fidesz polgármesterőrtje volt, és az én riválisom, és néhány hete még egymást
Hát nem azt mondtam, hogy szóval egymásra küzdöttünk. Egymásnak feszültek. Ma tudtunk együtt működni, neki ezt nagyon megköszönöm, és azt is el kell mondjam, hogy a MSZP zuglói elnöke, Tóth Csaba, a zuglói országgyűlési képviselő szintén nagyon sokat tette azért, hogy ez az alkuléjét létrejöjjön, és ez nem egy elvtalan dolog, mert pont egy olyan elv mellett jött létre, hogy ezek a szerződések, ezek maguktól. Tehát nem az van, hogy valaki kilopja ezt a szerződést, és megtalálja a blik, hanem hogyha valaki ott fog ülni az internet előtt, és rámegy a honlapra, akkor az összes ilyen szerződést látja. Ez sokkal fontosabb, mint hogy itt most pontosan mi történt. Én ezt értem, de és közben... nekem, mint zuglói polgármesternek az a felelősségem, hogy bebizonyítsam azt az embereknek, hogy lehet másféleképpen bánni a közpénzekkel, és nekem most ez sokkal fontosabb, hogy ez a szabályozás. Értem, és bizonyos fokig fairnek is tartom, hogy végre valaki azt mondja, hogy nem az az én dolgom, hogy maszatoljak és kenjem a múlt bűneit másokra, de ugyanakkor itt tényleg eltűnt, úgy tűnik, hogy eltűnt 10 millió forint közpénz, és azt se lehet mondani, hogy spondját rá, ez volt, mostantól vonal van, mostantól igen, tiszta, átlátható gazdálkodás van, ezt ennyivel nem lehet megúszni. Igen, de hogy is mondjam, semmiképpen nem mondom, hogy spondját rá, sőt, ezeket a szerződéseket át fogjuk nézni, a polgármester dolgozó szobám asztalán. Például, mert hogyha igaz mindaz, ami a Blik által megszerzett szerződésből következik, akkor mondjuk van ilyen tényállás a BTK-ban. Hát nyilván meg kell nézni, hogy milyen teljesítések voltak, nem csak ennél a szerződésnél, minden szerződésnél. Az is, ami nem ennyire gyanúsul, nem ennyire nyilvánvaló a kapcsolódás, azokat is meg kell néznünk. De én azt gondolom, hogy az legalább annyira fontos, hogy hát legyünk különbek, mint az elődeink. És az nagyon fontos, hogy mostantól olyan szerződéseket nem lehet kötni, vagy hogy is mondjam, nem lehet eldugni a nyilvánosságnak. Ugye ez is egy cégnél volt ez a szerződés, nem véletlenül, mert ugye ott még inkább messze van a nyilvánosságtól, hiszen ott kicsit még jobban el van dugva, és lehet, hogy valamelyik honlapon éppen fellett volna, egyiket törvény szerint valószínűleg fel kellett volna lennie, de mi most azt vállaltuk, hogy mindent megteszünk. Semmiképpen nem akarom ezeket az ügyeket elsinkofálni. Tehát nem arról van szó, hogy akkor, hogy ezek az ügyek nem fontosak, hogy ezeket nem fogjuk megnézni. Ekkora rakatban állnak a szerződések a dolgozó szobámmal az asztalon, ezeket végig fogjuk nézni, mert egyszerűen kutya kötelesség. Valószínűleg egy tiszta kezdetben a múltfeltárás az ugyanúgy benne van, egy tisztességes múltfeltárás, egy nem politikai, hátsó szándékok által motivált múltfeltárás, mint az, hogy mostantól kezdve egyébként minden tisztességesen működik. Az biztos, hogy boszorkányüldözés nem lesz, és elsinkofálni se fogjuk a dolgot, hanem meg fogunk mindent nézni, egyszerűen azért, mert ez az adófizetők pénzeivel való felelős gazdálkodás, de azt gondolom, hogy ez akkor hiteles, csak akkor hiteles, hogyha én a jövőben másképpen fogok eljárni, és erre ma egy egyhangú szavazással zugló képviselőtestületek kötelezte magát, és ezzel a legszigorúbb átláthatósági szabályozást fogadta el zugló. Nyilván az elmúlt 4 év után ennek különösen nagy jelentősége van, mert nem ott akarjuk abba hagyni, onnan akarjuk folytatni, az elődeink abba hagyták. Jó, akkor megint bele fogok egy kicsit rondítani az eufóriába. A pesti srácok írta meg, hogy ön két másik ember mellett Komlódi Gábornak adott feladatot a hivatal átadás átvételi ügyeiben. Komlódi Gábor ugye egy olyan szereplő, aki a Humboldt Vejnek ügynek vádlottja volt. Mi az ő feladata? Miért kellett rá bízni bármit? Egyrészt vádlottja volt, 4 évvel a bíróságban, és nyilvánvalóan még föl fogják menteni. Tehát őt nagyon csúnyán megforgatták ebben az ügyben. Szegény ítélőtáblán még folyamatban van a per, tehát azért ezt... Igen, én amennyire ismerem ezt az ügyet, szerintem... Nem szeretnék egy olyan országban élni, ahol már tudjuk előre a bírósági pereknek igen, az ítéletét. Igen, és nem is ilyen országban élünk. Én azért azt gondolom, hogy megelőlegeztem ezt a dolgot. Gábor azért volt ott, mert, hogy is mondjam, benne volt egyfajta érdeklődés így az átadás átvétel kapcsán, és ez egy ilyen, ha úgy tetszik, egy ilyen személyes kérése volt, hogy ebben a delegációban részt vegyen. Igen, csak hogyha önnek van egy ilyen missziója, elmondta a Transparency International, átlátszó, tiszta kezek, nem elég becsületesnek lenni, annak is kell látszani. Tehát akkor biztos, hogy jó bevonni egy ilyen munkába valakit, aki egyelőre még nincs jogerősen felmentve. Hát nézzel, nem hiszem, hogy ennek bármi jelentősége van, és egyébként nem tervezzük hosszú távon az együttműködést, ez erre az esetre szólt, és azért arra, hogy kíváncsi lennék, hogy az egy érdekes lábjegyzet, amit ide fűznék, hogy az hogy van, hogy a polgármester hivatalból, amikor már én polgármester vagyok, egy ilyen dokumentum kikerült, tehát ez például nem biztos, hogy a nyilvánosság része, hogy én kivel megyek egy átadás átvétel, mint hogyha ez szégyelném, én pontosan tudtam, hogy ez ki fog menni, tehát ez csak ilyen szempontból érdekes, hogy hogyan mennyire működik a hivatal. Nézze, az átadatlanság vélelme áll, én Papcsák Ferenccel kapcsolatosan sem mondtam azt, hogy ellopta ezt a 100 milliót.
Meg kell majd nézni, hogy mi történt. Én azt gondolom, hogy a Gábor által felhozott, ellenszer felhozott vádak szerintem alaptalan. Komlódi Gábor kap pénzt ezért a feladatért? Nem, kifejezetten kérte, hogy ne kapjon pénzt, és egyébként semmilyen módon nem került szóba az, hogy későbbiekben együtt dolgozzunk. Tehát ez egy erre az alkalomra szólt az ő részvétele. Ő elég pontosan tud, nagyon sok mindent tud zuglóról, és azt gondoltam, hogy ezen az átadás elvétel, nagyon bonyolult és nagyon részletes folyamat, az ő lelkesedését és szemedélyét, hogy itt tisztába tegyük az ügyeket, ezt tudjuk kamatoztatni. Jó, én kívánom mindannyiunknak, ennek az egész országnak, hogy maradjon fenn az az állapot, ahogy most neki kezdtek itt az első képviselőtestületi ülésen Zuglóban. Köszönöm szépen a beszélgetést!